Műsorunk vendége Tomik Nimród, a Topolyai Községi Tanács mezőgazdasági reszort felelőse és a Topolyai Gazdakör alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy olvashattunk a sajtóban egy olyan hírt, hogy a szerbiai községek közül a Topolyai az egyik olyan, ahol a legmesszebbre elhaladott a restitúció, tehát az úgynevezett vagyon visszaszármaztatás. Mit tudunk erről elmondani? Ez így igaz, hiszen sokat írtak erről az újságok, és nyilatkoztam is erről. Úgy alakultak a dolgok, hogy Topolya községben nagyon sok földet származtattak vissza, több ezer hektárt is, ennek úgymond még nincsen vége. Úgy gondolom, hogy 13,500 hektár állami föld volt 8-10 évvel ezelőtt, aminek az egy részét a község bérbe tudta adni, és ez a szám ez lecsökkent. Nagy valószínűséggel a következő évben, de biztos számokat még nem tudok mondani, 4000 hektár alá fog menni. Tehát az összes többit sikerült visszaadni a leszármazottaknak, illetve azoknak, akik az igényléseket beadták. Ami ezeket az állami földeket illeti, addig, amíg nem kerülnek vissza, illetve hát az a rész, ami nem kerül vissza az egykori tulajdonosokhoz, addig az állami földeket bérbe adják, és az ebből származó bevételek egy része itt marad a községben, és ezeket általában ugye az elmúlt években sikerült nagyon hasznos és fontos dolgokra elkölteni. Ez így igaz, három részre kell felosztani ezeket az összegeket. A Vajdaság Autonóm Tartomány, Topolya Község és a köztársaságba is folynak be bizonyos összegek ebből, és azt tudni kell, hogy a község igyekszik mindig úgy felhasználni ezeket a pénzeket, egyrészt, hogy észszerűen, másrészt pedig olyan dolgokra, ami a mezőgazdaságnak a fejlődését segíti elő. Itt gondolok többek között a pályázatokra, amit minden évben megszoktunk hirdetni, ez összegét tekintve nem túl nagy, hiszen 20 és 50 ezer dinár közötti összegekről van szó, de ez vissza nem térítendő támogatás, és ez nagyon népszerű, hiszen több mint 100 sikeres pályázó szokott részt venni ezeken a pályázatokon, valamint többek között ezekből a pénzekből van fönntartva egyrészt a falugazdász hálózatnak, valamint a mezőrszolgálatnak a munkatársai is ebből a pénzből kapják meg a fizetéseiket. Nagyon sok termelőnek azonban nagyon nagy segítséget jelent az a kis kamattámogatás, vagy eszközbeszerzésre folyósított vissza nem térítendő támogatás, vagy egyéb formában kifizetett támogatás, amit évről évre az önkormányzat meghirdet, és hát évről évre mind nagyobb volt az érdeklődés iránta, de azt hiszem, hogy általában azért sikerült úgy összehozni a dolgokat, hogy jóformán egyetlen pályázót sem kellett visszautasítani, azok közül, akik megfeleltek a kiírási feltételeknek. Ez így igaz, erre a község odafigyelt, másrészt pedig egyeztetett mindig a gazda szervezetekkel, a falugazdászokkal, hogy milyen témába írjanak ki pályázatokat, és utána pedig, ha a köztársasági minisztérium el tudja fogadni ezeket a javaslatokat, akkor onnantól kezdve ezeket be tudtuk tenni a programba. A kamattámogatás volt az egyik legnépszerűbb, sajnos nagyon sok mezőgazdasági termelő csak úgy tudja bevetni a földjeit, hogyha előtte banki kölcsön vesz fel, és ezek kamat támogatásra adnak egy bizonyos részét, tudja fedezni ez a fölvett összegnek, de úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon nagy segítség tud lenni, de ez mellett a méhészeket az idejében, hiszen két évvel ezelőtt nagyon nagy kár érte a méhészeket, ott próbáltunk meg segíteni, és még ezen kívül még 6 témában indítottuk el ezeket a pályázatokat. És való igaz, az tényleg így van, igyekeztünk odafigyelni, hogy aki minden kritériumnak megfelel, az tudjon, tehát a sikeres pályázó is legyen.
A dűlőutak karbantartása szintén egy olyan tevékenység, amit folyamatosan végezni kell, ugyanis hát az időjárás viszontagságai azt eredményezik, ugye, hogy ezt nem lehet hosszabb távra elvégezni, és hát ilyen célokra is eszközöket fordít az önkormányzat, illetve munkagépet is, földgyalút is vásárolt. A dűlőutak karbantartása, ez mondanám azt, hogy még gyerekcipőben jár, de igyekszünk gépeket, felszereléseket vásárolni. Egy 120 lóerős traktort vásárolt a község ezekből a pénzekből, amit a Kongrád használ, és tervek szerint még egy traktor vásárlása is be van kalkulálva az idei évben, valamint egy földgyalú is. Ezt próbáltuk a Hegyesi úton, Hegyest is Bajsát összekötő igen járatos úton. Én úgy gondolom, hogy jó munkát sikerült elvégezni a Kongrádnak a munkásainak, és hát remélem azt egyébként, hogy ezt tudjuk folytatni, akár most is, hiszen igaz, hogy nyár van, de rengeteg eső miatt az utakat most még úgy gondolom, hogy lehetne csinálni, erre van valamennyi pénz, őszre pedig még több pénz lesz adatéve, és a következő tavasszal a legjáratosabb utakat szeretnénk majd használhatóvá tenni. Én is napi rendszerességgel járom a határt, és tudom azt, hogy hol vannak ilyen problémák. Ezek javarészt az úgymond laposokba szokott lenni, ahol megáll a víz, és hát sajnos ugye azt tapasztalják az emberek, hogy úgy tudják csak kikerülni, hogy valakinek a parcellájára behajtanak, és hát a jogos a felháborodás annak a tulajdonosnak, akinek a termését megtapossák. Mindig is jelentős mezőgazdasági központnak számított Topolya és környéke, és hogy a jövőben is így lesz ez, ahhoz nagyban hozzájárul, azt hiszem, az olyan nagy cégeknek a jelenléte, melyek a közelmúltban nyitották meg telephelyüket. Gondolok itt a Gebi takarmánykeverőre és a Kite mezőgép forgalmazó cégre. Ez így igaz, és hát nagyon nagy dolog az, hogy Topolyán ekkora beruházások történtek. Külön öröm az, hogy a Kite a központot itt tervezte Topolyán. Ezen a kollégák nagyon sokat dolgoztak, és hát nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen neves cég, magyarországi cég jön ide, és hát a John Deere forgalmazásának is ők lesznek a szerbiai vezetői. Valamint a Gebinél is örülünk annak, hogy ekkora hatalmas tárolókapacitás bővítés történt meg, mindkettő a Prosperitáti támogatásával is jött létre, tehát úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági termelők, úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogy nem kell más településekre elvinni a terményeiket, hanem itt helyben is tudják értékesíteni, és ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépés, és egy stabil és biztos piac a Gebi felvásárló. Mai műsorom vendége Tomik Nimrod, többi között arról is ismert, hogy rendszeres szervezője, és hát azt hiszem, hogy egyben ötletgazdája is a Topolyai Parasztolimpiának, illetve hát a valódi neve ennek Vajdasági Parasztolimpia, ugyanis már kezdetektől fogva túlnőtte a község határai, és hát én egészen biztos vagyok benne, hogy az idei Parasztolimpia szervezése már is megkezdődött, illetve emlékszem rá, hogy amikor a tavalyin beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy amikor ez véget ér, már is kezdődik a jövő évinek a szervezése. Ez így igaz, hiszen ha lezárul egy korszak, akkor nekünk egyből lépni kell. Először az első és legfontosabb dolog, hogy az időpontot nézzük. Az idejében ez augusztus 18-a vasárnap lesz, és a másik pedig a sztár föllépő lenne, akinek általában egyébként őket már több mint egy évvel korábban is le kell, hogy foglaljuk, hisz ne, hogy az legyen az utolsó néhány hétben, pedig úgy álljunk majd, hogy nem lesz föllépünk. De augusztus 18-án lesz új kenyérünneppel egybe kötve. A vásártérről fogunk indulni hagyományosan is, az új lisztből sült kenyeret ott fogja majd a Fazekas Ferenc atya megáldani, a polgármester úr pedig majd megvágja a kenyeret, és délután kezdődik majd főzőversennyel, marhapörkölt főzőversennyel, és a játékokkal fog majd kezdődni. Én nagyon bízom benne, hogy minél többen fognak jelentkezni játékosnak, és a tavalyi évben indítottunk egy új kategóriát, ez a kis paraszt kategória, tehát a 22. életévüket még be nem töltött fiatalok ugyanazokon a versenyszámokon vesznek részt, de őket külön is pontozzuk, és közülük is a legjobbat értékes nyereménnyel fogjuk jutalmazni, valamint indul a legnagyobb paraszt címért a verseny. Itt a felső korhatár nincs, viszont a 22 éves kort úgymond be kell, hogy töltsék, de egyébként lehet a
akár abszolút bajnok is, aki még nem töltötte be a 22. életévi, valamint a legügyesebb parasztmenyecskét is keressük. Ez úgy néz ki, egyre népszerűbb a hölgyek körében is, egyre vállalkozó kedvűbbek, hiszen a tavalyi évben több mint 16-an jelentkeztek ebbe a versenyszámba. És hát megszokhattuk már ugye a sztár fellépőket, akiket említettél, hogy időben le kell szerződni, velük volt már itt az Apostol együttes, a 3 plusz 2 együttes, és hát az idén is lesz majd egy sztár fellépője a rendezvénynek. Ez így igaz is, talán velük volt a legnehezebb, hiszen ez a Szivárvány együttesről van szó, múzsai együttes is, akik idősebb korosztály, tehát én most leszek nem sokára 40 éves, én emlékszem még rájuk gyerekkorukban, hogy a 3 plusz 2 mellett azt hiszem a Szivárvány volt a legnépszerűbb muskátli zenekar, a frontemberük több mint 20 évvel ezelőtt Ausztráliába költözött, fölvettük vele a kapcsolatot, és hát nagyon megörült a megkeresésnek, azt mondta, hogy a régi bandából, akit tud, azt össze fogja hozni, és csak ezért a koncertnek a kedvéért fog haza repülni Ausztráliából. Tehát akkor itt a Topolyai Vásártéren augusztus 18-án az esti órákban ismét élőben lesz majd látható és hallható Justin Tamás előadásában az olyan nagy egykori muskátli zenes lágerek, mint a Kiskereki Betyárcsárda, vagy a Kilenc kis gólya és a többiek. Ez így igaz, azóta mi nagyon sokat, vagy többször beszéltünk is Justin Tamással, mert úgy gondolom, hogy egy együttesnél a frontember a legfontosabb, és hát azt a hangot szeretnénk viszont hallani, amit megszoktunk 20-25 vagy akár 30 évvel ezelőtt. Tehát remélem, hogy azok, akik nosztalgiázni szeretnének, akik akkor voltak fiatalok, ők mind el fognak jönni és élőben hallhatják. Reméljük egyébként, hogy nem utoljára, hiszen a 10. olimpiára az volt a tervünk, hogy a vajdasági magyar muskátli zenekarok közül minél többet elhívjunk. Hát remélem egyébként, hogy sikerül majd a 10-re akár egy ilyen összegyütteseket meghívni erre a erre a rendezvényre. Aki viszont arra fenni már is a fogát, ugye, hogy a legnagyobb paraszt megtisztelő címét elnyerje ebben az évben, illetve hogy ő legyen a legügyesebb parasztlány, vagy pedig az ifjú paraszt, tehát mondjuk úgy, hogy az utánpótlás paraszti kategóriában a legjobb legyen, az mikortól nevezhet? Általában a reklámfilmünk augusztus elején szokott elkészülni. Az idei évben Gazsó Orsolya fogja készíteni majd a reklámfilmet, az előző évben is ő készítette, és augusztus 1-től úgy gondolom, hogy már lehet jelentkezni a szokásos telefonszámon. Tehát augusztus 1-től lehet jelentkezni, viszont az előkészületeket, a felkészülést azt már is meg lehet kezdeni, azt hiszem. Hát igen, aratás, ha minden igaz, a búza aratása talán a hétvégén akár már megkezdődhet, és hát a szalma dobálást, azt abszolút azt lehetne kezdeni a parasztlegényeknek. Arról nem is beszélve, ugye, hogy gumicsizmát az év minden szakában lehet haigálni, főleg az ilyen elsős periódusokban. Ez így igaz, azt tudni kell, hogy plusz 50-es kategóriát is fogunk indítani petrendszerű tartásban és gumicsizma hajításban. Ez Tóth Harsányi doktor úrnak volt az ötlete, aki idén ünnepli a 70. születésnapját, és az ő külön kérésére az idejében gumicsizma hajítás is lesz, és hát azt mondta, hogy annyi előnyt ad a kortársaknak, hogy 50 pluszos kategóriában indul, ő is hiába 20 évvel idősebb, mint a többiek, de ő annyira jó fizikai állapotban van, hogy föl fogja venni velük is a versenyt. Műsorunk vendége Tomik Nimród, a Topolyai Községi Tanács mezőgazdasági reszort felelőse, és hát még az esős napok előtt néhány parcelláról sikerült learatni az őszi árpát, de nagyobb lendületet a betakarítás csak ezekben a napokban vesz majd. Ez így igaz, a tegnapi nap folyamán már láthattunk néhány kombányt kint a határban, és az árpának az aratása elkezdődött. Úgy gondolom, hogy a hétvégén fog ez csúcsosodni, és az idei évben valószínű, hogy össze fog érni a repcének a betakarításával, hiszen jó néhány parcellát láthattunk a repce földekből is, amit már le tudtak vágni. Ezek javarészt egyrészt időben árakott, másrészt pedig korábbi hibridek lehettek. Az eddigi eredmények árpában vegyesek, tehát 25 és 35 mázsa per hold az átlagtermés, a szárasság, illetve nedvesség tartalmuk pedig 12 és 15% közé tehető, a fölvásárlási árlor pedig 16 dinárban állapodtak meg eddig, és ha sajnos ez úgy néz ki, hogy nem előlegként folyósítják, hanem ez lesz az árpának a végleges ára most az aratásban. És hát általában megszokhattuk, hogy az árpának az aratásban jegyzett árához
nagyon közel áll a búzának az aratásban jegyzett ára is. A búzáról még semmit nem lehet tudni, annyit igen, hogy most úgymond az óbúzának az ára az olyan 22-23 dinár körül mozog. Nagyon nagy valószínűséggel, mikor megkezdődik majd az aratás, akkor ezt az árat ezt le fogják majd nyomni, de úgy gondolom, hogy aki tud várni, és nem kell nekik egyből eladni a búzát, úgy gondolom sajnos, hogy ez kevés gazda teheti ezt meg, azok tárolják be, hiszen láthatjuk azt, hogy kereslet, az valószínűleg, hogy lesz a búzára. Ami viszont az olajrepce árát illeti, ugye az egyik oka annak, hogy ennyire népszerű ez a növény, hogy hát éveken keresztül nagyon jó árat lehetett érte kapni. Aztán az utóbbi 2-3 évben már egy kicsit lejjebb nyomták az árat, viszont ebben az évben az a helyzet, hogy Topolya és környéke talán még egy kicsit szerencsésebb ebből a szempontból, de Vajdaság szerte nagyon sok volt az olyan parcell, amelyet ki kellett szántani, tehát nem sikerült jól, és hát ennek tükrében a gazdálkodók viszonylag jó árat várnak. Az árról, amit hallottam, az 41 dinár. Ez az előző évhez képest jobb, hiszen tavaly 37 dinárért tudtuk értékesíteni az olajrepcét. A kelésekkel nagyon nagy gondok voltak, hiszen igaz, hogy nagyon sok eső esett az előző év nyarán, de abban a periódusban, amikor a repce magot a földbe kellett juttatni, akkor előtte egy nagy szárazság volt, és későbbiekben nem esett eső. Tehát azok, akiknek sikerült a földet gyorsan megmunkálniuk, és a földbe belejuttatni a magot, őnekik a repcének a kelése az ideális volt. Akik kicsit késtek, és minél több napot késtek, tehát ezt lehet egyébként látni akár napokban is, azoknak már sokkal hiányosabb volt a kelése, és hát szakemberek nézték meg az olajrepcéket a tavasz folyamán, vagy a koratavasz folyamán, hogy tárcsázzák ki, vagy hagyják meg. És Topolyán ezen a téren én kevés termelőről tudok, aki kitárcsázta volna a repcét, más területeken pedig sajnos nagyon sok gazdának, és ez nagyon nagy terhet is jelent, hiszen a vetőmagot ezt meg kellett, hogy vásárolják. Én remélem azt egyébként, hogy jó termések lesznek majd, de itt is nagyon tarka a kép, én úgy gondolom, hogy 12-3 mázsától kevesebb talán nem lesz, de nagyon bízom benne egyébként, hogy 20 mázsa vagy 20 mázsa fölé is tud menni az olajrepce. Ami viszont a jószágpiacot illeti, azt hiszem, hogy most ugye, ahogy ezt megszoktuk az előző években is, az év ezen időszakában, a sertésárak enyhén emelkednek, viszont ami nem megszokott, hogy a szarvasmarhák, a hízomarhák piacán pangás tapasztalható. Sajnos ez már néhány vagy több hónapra tehető vissza a szarvasmarháknak a tekintetében. Nem tudják értékesíteni őket, ez nagy valószínűséggel ez a Szerbia és Koszovó között lévő adó csata miatt is történhetett. Szerbia piaca pedig kicsi ahhoz, hogy ezeket a szarvasmarhákat ott értékesíteni tudják, és a 2,40 euró is alhattunk, amikor csúcsáron voltak a szarvasmarhák. Most 1,95 euró környékén tudják értékesíteni, ha tudják a termelők. Sajnálatos módon a környékbeli hentesek nem rendelkeznek akkor a kapacitással, hogy 5 vagy 10 bikát egyszerre megvásároljanak, vagy többet. Innentől kezdve a hagyományos módszer, tehát viszonteladókon keresztüli értékesítés pedig gyakorlatilag megszűnt. Nagy gondot jelentett még az is, hogy a TBC elleni védőoltás miután lejárt, a gazdák nem tudtak újra beoltatni a jószágaikat, mert az állatorvosi állomásokon nem volt megfelelő mennyiségű védőoltás, és amíg ez nem történt meg az újbóli beoltás, addig nem tudták a szarvasmarháknak a passzusát kiírni. Tehát ez plusz hátráltatta még a gazdákat is, sajnálatos módon itt a tavaszi bevetésre, amikor a legtöbb pénzre lett volna szükség a gazdáknak, még most is továbbra sokaknak az istállóban ott teszik a jószág. Köszönjük szépen!